Jó estét kívánok! Ez a kezdőkör, hát ahogy megszokhatták, általában jó hangulatban vágunk neki ennek a műsornak, és szerencsére összességében a fehérvári klubok egésze is ehhez megfelelő muníciót ad nekünk, vagy adott nekünk. Van miről beszélni, lesz miről beszélni a következő mintegy 45 percben. Itt van velünk a mai adásban is Somos Zoltán kollégánk. Jó estét! Farkas Szilárd, és hát oszlopos tagunk, aki folyamatosan, hogyha lehet, akkor emeli a műsor fényét, a Simonát, Forog László. Egyre oszloposabb, Lacikám, kicsit. Rengeteget folytam, lökök a fogamba a tömés, most csontra folyok egyelőre. Hát és egyébként hallottam tennep, hogy Ádám Martin például, hogy most a 16 gólnál jár. 17 szerintem. 17, de hogy gyakorlatilag egy gól per meccs átlag körül van, hogy ő most akkor elkezdett akkor egészséges életmódot folytat, de akkor kezdjük is a Vidivel. De minek? Minek folytat az Ádám egészséges életmódot, mikor 140 kilósan gólkirály lesz a magyar élvonalban? Gyakorlatilag az NFL és a magyar futball között most szerintem ez a legerősebb kapocs, hogy nincs, Ádám Martin egy jó falember lenne. Nincs egyébként 140 kiló Ádám Martin, de azért van rajta. Egyébként az a nagy kérdés, hogy akkor is fogja tudni hozni ezeket a mutatókat, hogyha esetleg mit tudom, mint egy 10 kilót ledob, nem mindegy, hogy fogy le az ember. Ez a Pak zsenialitása, hogy gólkirályokat nevel, Hány János volt 75 kiló, picivel több a mostani delikvensek, itt szóba hoztunk, és ugyanúgy gólkirály lesz. És tehát... ez még Böde Dani még, ugye? Igen. Most igen, hát... Szerint Bognárt meg így mindenféle előzmény nélkül meg eladták. Mármint a Ciprusra, gyereket. Bognár István. mert az a pa, az balad a padon. Igen, meg a másik gyerek. Egész biztos, hogy jobb szerződést kötött, meg abban a korban van, úgy gondolom, hogy én is megpróbáltam volna a helyébe. Tehát egy élhető hely Ciprus azért. Viszonylag. És ide mindig hát, úgy volt, hogy hátmegy az orvosin, de most értem, most fél évet játszik Cipruson, akkor is a Paks utána nyilván tártkarokkal fogadja. Most megoldódott egy kicsit, mert Haraszti Zsolt, az ifjabb, körülbelül hasonló poszton játszik, kicsit a Kisbog eztán a visszavontabban, de ő visszatért az MTK-tól, tehát irányítójuk van. Böde Dani is azért eljátszik a középpályán, tehát megvannak ők létszámra, meg szerintem nagyon jó támadó futballt játszanak, bár a szerkezet nyilván változni fog, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok NB1-es labdarúgó, aki aztán befejezte a karrierjét, kérdezték, hogy hiányzik-e valami az életében, és 10-ből 8-an elmondják, hogy nem próbáltam ki magam külföldön. Ő szerintem most élt ezzel a lehetőséggel, és egész biztos, hogy ott jól is fog futballozni. Tehát egy komolyabb bajnokságban is el tudnám őt képzelni, mert nagyon jó labdarúgó. De ez a Ciprus, ez tökéletes megoldás. A fél évre, egy évre, kettőre, bármennyire is. Hát fagyaloghatunk egyébként, hogy miért ez a magyar NB1, de azért még ebben is 16 gólpaszt adni, mert a 16 gólpasztal a háta mögött fél szezon alatt. Néztem a meccseket, minden gólba benne volt. Ő valamilyen formában, vagy egy kulcspasszal, vagy egy a szélsőnek kilöbölt labdával, és aztán érkezett belül, vagy Hán, vagy hát Ádám. Nem tudom, hogy fanyagás, ez azért lehetséges nyilván, hogy valaki mondjuk tényleg 16 gólpaszt kijön, viszont szerintem ilyet egyébként a legnagyobb bajnokságokban már alig találunk, mert annyira ezt a klasszikus, nem akarom azt mondani, hogy old school focit játsza a Paks, amiben egy irányító középpályásnak még olyan szerepe van, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt voltak a klasszikus tízesek. A mai futballban ennél azért már sokkal komplexebb posztok, szerepek vannak. És nem biztos, hogy a magyar futball dicsérete, de a Paksot viszont ne bántsuk amiatt, hogy mondjuk ezzel a játékkal egyrészt gólkirályt, másrészt gólpasszkirályt, harmadrészt egy dobogóra esélyes csapatot lehet adni. Nyilván itt már átérhetünk a Vidire, amelyiknek akár a költségvetése, akár az imidzse, akár az irigyeltsége, az nyilván sokkal nagyobb a Paksénál. Aztán itt szívjuk mindig a fogunkat, hogy mikor győz már egymás után kétszer a csapat, vagy idegenben mikor fog meccset nyerni, miközben a Paks tényleg hármasában, négyesével rúgdassa a gólokat, és még külföldre is tud játékost eladni. Úgyhogy nyilván minden relatív, főleg a fehérvári elvárásokhoz meg szereplés arányához képest a Paks az tényleg most egy csoda történet. Ugye hétvégén kikapott a Vidi. Felcsuton, jó, de felcsuton. Jó, hát de állítólag szitták a Szabicsot, ti hallottátok ezt? Hát, csak azért nem, mert nem néztem a meccset. Ugye mi nem hallottuk róla, akik nem néztük, vagy csak tévén. Azt mondja, hogy mi nem hallottuk, de ugye ő nem hallott állítólag. Azért ez érdekes, nem? Tehát, hogy nem is nagy, tehát nagyon szép a Pancsó Aréna, azt gondolom, de azért nem egy 70 ezres Puskás Aréna.
nem is gondolom, hogy teltház lett volna. Figyelj, ugye a színészetben is az, hogy annyira benne vagy egy szerepben, hogy tényleg mindent kizársz, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát, hogyha Szabics Imre tényleg annyira a mérkőzésre koncentrált, és annyira a pályán látottak, meg az ő tennivalói körül forogtak a gondolatai, akkor ez egy szép dolog, hogy kizárta a külvilágot. Egyébként meg nyilván azt a kórust abban a kis arénában azért lehetett hallani. És hát nyilván azért pikérkedünk ezen, mert az abban megfogalmazott nem túl cizellált kritikát ugye most sokan felhozzák, hogy hát tényleg hát a csapat szereplése alapján, mint hogy itt ennél az asztalnál, mert nem tudom hányszor átbeszéltük, hogy kell-e edzőváltás, vagy mennyi bizalom kell egy új kezdő szakembernek, hát föl van dobva megint a labda sallóinak. De kell edzőt váltani, ugye beszélgettünk a Zolival napközben arra, hogy a Horváth Ferit elküldték a Kispesttől, rögtön így az első tavaszi forduló után. Az első tavaszi forduló közben a fehérvári szurkolók gyakorlatilag kérték, követelték, hogy Szabicsot rúgják ki. Ki kell rúgni Szabicsot most már? Vagy? Szerintem a kérdésből ugye az következett, hogy hallottad, de amit ugye a szurkolók skandáltak neked a mérkőzésen, hogy tehát ez a mi a probléma tipikus esete című kérdés szerintem itt a sorok között kellett volna olvasni egy kicsit Imrének talán, de én is mindig azt mondom, hogy ha sokáig és folyamatosan fönnáll egy probléma, akkor valamit lépni kell. Tehát, hogy majd ezt csináljuk, olyan nincs. Tehát amikor már 5-10 mérkőzés óta majd ez lesz, majd az lesz, és nem válik be, akkor biztos, hogy valamilyen változásnak következnie kell. Laci? Néha úgy gondolom, hogy felteszem a kérdést, hogy Imre mennyire gondolja komolyan önmagát, amikor volt egy meccs a 3-1-re vezetett az ellenfél, és a 85. percben elkezdett csatát cserélni, és kérdezték, hogy mi volt a logika, és mondta, hogy meg akarta nyerni a meccset. Akkor kicsit elgondolkodtam. Most pedig ez egy jó válasz, hogy nem hallotta ezt a kórust, de az biztos, hogy nincs könnyű helyzetben a vezérkar. Nem gondolnám, hogy egy edzőcsere Fehérváron pénzügyi kérdés, talán más lehet a háttérben, és igazából csak a tulajdonos döntésén múlik, de azt nem tudni, hogy ő mit akar. De hát valószínűleg ezt csak ő tudja. És hát ezt nagyon ügyesen ledugozzák a híreket, tehát az irodaházban nem jön ki senki. Nem tudni, hogy vannak-e háttértárgyalások. Tehát szerintem a második vonalban dolgozó beosztottak sem tudnak semmiről. Valószínűleg nem fog történni semmi, legalábbis én nem gondolnám, de hogy nézem a tabellán ezt a csapatot, itt nem lesz könnyű. Tehát itt 8-9 pontra vannak már a dobogósok, úgyhogy itt villámgyorsan el kell kezdeni nyerni, mert hogyha ez a klub megint nem megy ki a nemzetközi porondra, már pedig jelenállás szerint nehezen megy ki, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz szezon lesz, illetve a folytatás lesz nagyon nehéz. Szerintem akkor nem kérdés, hogyha ez a Fehérvár, eleve szerintem, ha nem dobogós, akkor nincs kérdés, hogy nem teljesítette a minimális célkitűzés sem, a nemzetközi kupa abszolút elvárás magyar mezőnyből. De az egy érdekes kérdés, ugye erre célzott Tomi is, hogy Horváth Ferit kirúgják az első vesztes meccs után, és akkor azért joggal tesszük fel a kérdést, hogyha végig dolgozhatta a téli felkészülést. Tehát, hogyha nem mondták neki az őszi szezon végén, hogy gyerekek, ez gyenge volt, akkor most hozunk egy új edzőt, és megpróbáljuk új koncepcióval, új erőkkel. Akkor ugyan mi a fenének rúgják ki egy meccs után? Az az egy mérkőzés vélhetően nem döntött még a Honvéd sorsáról, és épp ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon csábító dolog, mindig a szünet utáni első meccsből ilyen végzetes következtetéseket levonni, tehát azt mondani, hogy most a Vidi is kukázhatja a szezonját. Nyilván van még hátra 10 nem tudom hány forduló, tehát nem baj, ha nem most azonnal rúgják ki, mert tényleg humoros, vagy vicces, vagy szerintem talán még egy kicsit nevetséges is, hogyha egy hónapos felkészülés utáni első meccsen döntelek úgy, hogy na, akkor mégse. De az is tény, hogy itt hosszú távú bizalomról azért már nehéz lehet beszélni. Hát ha csak nem az történik, hogy azt mondják, hogy jó, hát ez a szezon már ilyen. Még mindig mondhatja azt Sallu István is, hogy neki majd a következő lesz az első teljes, és amikor már abszolút az ő, nem tudom én, szakmai koncepciója mentén alakul ki a keret, és akkor beáldozzák, de szerintem ezt egyébként a MOL Fehérvár, hogy mondjuk ki hivatalosan egy csapat nevét, nem teheti meg. Tehát ennek a csapatnak tényleg oda kell érni a dobogóra, ami jelenleg 6 pontra van, és hát más nem abban lehet bízni, hogy a Kisvárdának nem lesz még egy jó fél szezonja, de hát ott van mögötted egy Paks, tényleg két fordulónként változik, hogy éppen kinek jön felfelé a hullám. Úgyhogy, és nyilván a szurkolókat meg azzal nem lehet kielégíteni, hogy azt mondod, hogy majd jövőre, majd most már tényleg aztán akkor majd olyan lesz. Mit mondott Kodró, mert te jöttél be az a szerkesztőségbe? Igen, mit is mondtam neked, hogy
Kodró nyilatkozta azt, hogy ez biztos, tavasz, hogy jó tavasz lesz, és nem nézik a tabellát. Biztos, hogy jó tavasz lesz, és nem nézzük a tabellát, és ugye biztosan erre mondtam, hogy ez valószínűleg ez a probléma, hogy nem nagyon nézik a tabellát, hogy egyre lejjebb csúsznak. Hogy most már egyre kevésbé fogják nézni. Hát nem is a tabellát kell nézni, így is van, de azért figyelemmel kell követni, hogy miközben az előttük lévő csapatok rendre kiegyensúlyozottabban teljesítenek, így a Vidi negatívban teljesít kiegyensúlyozottan egy kicsit. Ugye az érdekes, hogy gyakorlatilag egy fordulón vagyunk túl, és hogyha ez az egy forduló ez úgy alakul, hogy mondjuk a Vidi nyert volna a felcsúton, akkor most arról beszélgetnénk, hogy na, akkor most ott van, ugye a Fradi kikapott a Puskástól ugye a csütörtökön még a negyedik fordulóból elhasztott meccsen, és mondjuk, tudom én tényleg, ami szintén benne volt a mérkőzésben, hogy az Újpest-Fradi mondjuk egy 0-0 lesz, vagy ott is nyerhetett volna egyébként az Újpest szerintem, megvoltak a lehetőségei, a Fradi meg azért elpuskázta, főleg az első félidőben. Tehát most, hogyha itt-ott picit másképp alakulnak a dolgok, akkor arról beszélgetnénk, hogy na igen, akkor a Vidi most akkor tényleg bejelentkezett a dobogóra, akár még bajnok is lehet, és most meg tényleg két eredmény így alakult, és arról beszélgetünk, hogy... Hát egyrészt, mert a sportban nyilván nincsen haj, és egyetlen eredmény sem véletlenül alakul, bár futballban még ilyen is előfordul. Másrészt meg hát tényleg a Vidi kapcsán azért, ha csak ennek a műsornak az oriumát megnéznénk, akkor is látja mindenki, hogy itt most már egész szezonban erről beszélünk. Tehát, hogy volt, lehet, hogy volt jó, két-három jó meccs legalább az eredmény tekintve, nem hiszem, hogy ugye a játék bárkiben mindig maradandó nyomot hagyott volna. De hát hosszú távon azért az mégsem járja, hogy a döntetleneket gyűjti egy csapat, hogy idegenben nem tud mérkőzést nyerni, hogy nem dominálja le az adott meccseken az ellenfeleit. Miközben mondjuk a Puskás Akadémia, amelyikről most már lassan mindenki tudomásul veszi hallgatólagosan, hogy egyszer úgyis bajnok lesz, vagy legalábbis ott van a legtetején a mezőnynek. Ilyen kis 1-0-kal, mint amit a Ferencváros ellen mutatott, meg most a Vidi ellen, azért mégiscsak hozza azt, amit elvárunk egy rangadón, egy élcsapattól. Erre jelenleg úgy tűnik, hogy a Fradi és a Puskás képes a magyar mezőnyben, és a Vidi nagyon messze van ettől. Nem csak az eredményt, a játékot, a dominanciát, a hihetőséget tekintve. Én nem hiszem el ennek a jelenlegi Vidinek, hogy komoly esélye lenne akár a második helyre. Hát, van még valami? Hát, csak annyi, hogy ugye azt mondtuk, hogy egy mérkőzés még nem a világ itt gyakorlatilag a tavaszi szezon kezdetén. Hát kérdezd meg a Horvát Ferit. Igen. Hát most tényleg, ha most reálisan nézzük, és azt mondjuk, hogy győzött a csapat arra, azt mondjuk, győzött volna a Vidi, akkor azt mondjuk, hogy igen, de azért már nézzük meg két mérkőzés múlva, hogyha mondjuk hármat nyeri Zsinórban, akkor tényleg nem volt véletlen. Most kikaptak, hát nem biztos. Nyilván ugyanez is igaz, tehát, hogy igaz lehet. Ezt kell majd megnézni, néhány mérkőzés múlva lehet erről szerintem többet mondani, hogy mit jelentett ez a vereség most. Az utolsó két őszi győzelem kicsit úgy elaltatott bennünket, előtte meggyőződésem, hogy felmerült a vezérkarban is a váltás lehetősége, aztán kétszer nyert a csapat viszonylag megnyugtató mérkőzésen, itt megint nyilvánvalóan elkezdenek gondolkodni dolgokon, és itt az a kérdés, hogy a bizalom mennyire ér, itt valószínűleg él a bizalom. Kispesten Horvát Ferivel szemben abszolút nem volt, hiszen amikor feljött az ötödik helyre, akkor is azt hallottuk, hogy bármikor kirúghatják. Tehát itt szerintem a tulajdonosi kör arra várt, hogy a vereség következzen, ami be is következett. És érdekes Horvát Feri sztoria, mert én nem tartom őt rossz edzőnek, tűzoltónak kimondottan jó, bent tartott őket különösebb gond nélkül, kieső helyen vette át, és aztán most valóban nem játszottak jól, de a mérkőzés voltak olyan sorsdöntő pillanatai, amiből nagyon rosszul jött ki a Kispest, és ha most valaki azt mondta volna, ki az egyik biztos kieső, mondta volna a Gyirmótot, de így, hogy a Gyirmót nyert, így gyakorlatilag tényleg bármi lehet ebben, 12 csapatos mezőn, mert tényleg az ötödik helyről pillanatokon belül visszacsúsz a kieső helyre. A Haraszti Zsolt a Paksiának szokta mondani, hogy két vereség és fenn vagy, kettő is azonnal problémáid vannak. Tehát tényleg elképesztően kiegyensúlyozott a bajnokság. Igen, és még annyit ehhez, hogy a Gyirmót például megmutatta, ugye, hogy adott esetben kieső jelöltként egy számukra nyilván minden meccs élethalál, de azért kellő koncepcióval összerakottan, összeszedetten játszva, találva egy gólt, erről szól a futball, tudjuk, hogy ez egyetlen ilyen játék. Én nem vagyok nyugodt, mert a Debrecen jön most majd a Vidihez. A Debrecent is van, aki ugye a szaklap például kiesőnek tippelte most a téli szünet után. Nyilván a Gyirmóttal együtt. Itt élethalál harcot folytató csapatok vannak. A Vidi mondhatja, hogy őt ilyen veszély nem fenyegeti, de elszór még 2-3 pontot, és akkor aztán végképp nem maradt kérdés, hogy egy nagyon méltatlan szezont fog zárni. Úgyhogy nem csak a rangadókra kell odafigyelni, hanem ezekre az úgymond kötelező
meccsekre is. Skári jó egy dolgot viszont egészen biztosan összerakolt a tél folyamán, ez már látszódott a hétvégén is, a védekezés, tehát gyönyörű szépen mozog együtt 4-6-8 játékos, amikor védekezni kell, és mindennek az az alapja. Tehát ha már beszéltünk arról, hogy kiegyenlített ez a bajnokság, meg beszélünk majd még a végén fociról, de maradjunk még itt a szőke pátriárkánkon belül, ahogy szoktuk viccesen mondani. Kiegyenlített a kosárlabda bajnokság, ahol aztán most tényleg azt, hogy nyertünk Szolnokon, az majdhogy nem duplát is érhet. Minek köszönhető most mindig, ez? Mindig duplát ér a Szolnok, hogy győzel, azt azért mondjuk el, hogy... Szolnok díszpolgárát kérdezném először Somos Zoltán. Kevés nagyobb élvezetet okozó győzelem van, bár általában a régi szép idők már elmúltak. De ne, ezt akarod, nem úgy van, hogy most ez a Szolnok, ez már nem az a Szolnok? Mint nem a Szolnok, tényleg... nem az, szerintem ez a Szolnok, ez egy nagyon jó csapat, és alapvetően egyszerűen marha jó dolog, hogy győzött az abba. A közeg valahogy, és sajnos ez tényleg kicsit szomorú volt. Most is ugye a Szolnok nem játszott meccset, mert karanténban voltak gyakorlatilag idén még, tehát egy hónapja, meg még ott van a téli, nem tudom, egy-két hét. De amikor a válogatott szünet is volt novemberben, és egy hónapig nem volt bajnokság, utána játszottak egy, nem is tudom, Falkó valaki elleni rangadót félház előtt. Tehát, hogy valami megváltozott, mert az, hogy Szolnokon elképzelhetetlen lett volna korábban, hogy egy Alba ellen ne legyen teltház, ne legyen pokoli hangulat, főleg egy olyan időszakban, amikor hosszú idő után játszik otthon a csapat. Na mindegy, hát ez a győzelem értékét persze nem csökkenti. De hát téged szerettek ott, Zoli, hát lehet, hogy el kéne menni néhány mesét, mindjárt. Rövid az adásidő. Rövid az adásidő, hogy elmeséljem az összes vonatkozó sztoridét. Megyéri Zoli szerint a kamera mögött már hangosan vigyorog az állarca alatt. Igen, voltunk ott néhány emlékezetes meccsen, de nagyon érdeklődve néztem egyébként, hogy még most is voltak, akik kicsit így fanyalogtak, meg relativizálták. Biztos, hogy nem ez volt minden idők legjobb meccse. És az, hogy 74-71 egy végeredmény egy férfi meccsen elő azt mutatja, hogy azért nem volt egy látványos találkozó. Jók voltak a kapusok. Igen. És bedobták a buszt. Amit ebben értékelni kell, hogy nem tudom, hogy jelen pillanatban is így van, de még 2-3 fordulóval ezelőtt az Alba kapta a legtöbb pontot az egész mezőnybe, tehát a csont utolsó csapatot is beleértve. És azért Szolnár úgy látom, hogy azt a melót, amit egy védekezésbe bele kell tenni, azt valahogy ki tudja hozni a csapatból. Úgy tűnik, hogy hajlandóak még a nagyobb nevek is kellően oda tenni magukat, ami ugye azért volt kérdés, mert voltak itt érdekes nyilatkozatok, beszéltünk néhány fordulóval ezelőtt, ugye, hogy Nyíregyháza után azért rendesen neki ment a nyilvánosság előtt is a csapatának, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy az egység megvan, mert az, hogy 74-71-re nyerjél Szolnokon, ahhoz ez mindenképpen kell. Meg van talán egy kis tényleg megfelelő küzdőszellem is, hát már félve mondjuk, mert most azt hiszem 3 nyert meccsnél tart az Alba zsinórban, nem is nagyon volt talán ilyen eddig a szezonban, és most jön egy hazai rangadó a Sopron ellen, egészen furcsa szezon, ahol a hazai mérlegünk negatív, az idegenbeli pedig pozitív, ez még a nagy albakompok esetén sem feltétlenül volt így, de egy jó kis hangulati felvezetés lesz ez a Sopron ellen, amelyik meg azt hiszem 10 vagy 11 forduló óta veretlen. Hát ugye akkor többet edzőt váltottak. Hát nagyon elképesztő légiós soruk van, ugyanaz a Szitumi Nyíregyházá, hogy a magyaroknak csak a melegítésnél mutatják meg a labdát körülbelül, némi túlzással, és hát ezt majd levédeni, ez egy jó kihívás lesz, főleg úgy, hogy én változatul azt mondom, hogy az Albának a légiója az ehhez képest egy egészen kevésbé erős. Van most úgy tűnik, hogy 2 jó amerikai, és van 2, aki meg majd talán egyszer-egyszer, reméljük, hogy néhány rangadó. Aztán, amely kiderül, hogy lesz a 5. ember, most már sok idő nincs, ugye, hogy ezt eldöntsék. Viszont ebben az 1600 néző, nem, az nem kevés, ugyanis megnéztem a többi meccsnek a nézőszámát, és kevesebben voltak. Tehát itt nem tudtam, hogy most ennyien voltak, azt tudom, hogy nem volt olyan nem hangulat. Nem volt, tehát a védettségi kártya azért ez befolyásol, tehát nagyon szerintem 4-500 ember ilyenkor kimarad, azt mondja, hogy nem oltattam magam elégszer, nem is akarom, csak azért sem, inkább nem nézem meg, meg tévéközvetítés is volt, de az 1600 néző, az nem tűnt ez rossznak. Amikor érkezett Szolnár, 3 győzelemmel kezdett, aztán utána voltak nem várt vereségek is. Most valóban egyébként egy dolgot megtanult ez a csapat, végjátékot játszani, amit a szlovén edzőné Mihevsnél nem tudott. Tehát egy mínusz 10 elment az ellenfél, ott onnantól kezdve menthetetlen mínusz 20 lett. Itt most ez a csapat visszajött kétszer. Ha mi mentünk el 10-zel, onnan is vesztettünk. 25-ről is kikaptunk, tehát 15-ről többször, Kecskeméten is visszajött a csapat 14-ről, most 10-ről. Hát akkor 15-tel vezettünk, azt már nem lehetett fogadni.
hogy az ellenfénye. És az a lényeg, hogy itt vannak most a meccset eldöntő emberek. Pongó most a Falko ellen két utolsó dobást elhibáztad, aztán nem volt jelentősége, hiszen ők is rontottak a végén, de most Dudaszós triplát dobott, azzal ment el az Alba 5 ponttal Kecskeméten, most is dobott egy sorsdöntő hármast, Vojvoda ezeket mindig tudja, és a Start most gyakorlatilag, amiben beleállt bármely szögből, az gólt ért. Tehát itt az a lényeg, hogy extra nyújtó emberek kellenek, és is most pillanatjuk akad több is. Kecskeméten Szabó Zsolt, aki aztán utána edzésen eltört az órát, ő is győztes emberi lépett. Jó edzések lehettek, tehát ez tetszik, ahol ott törik edzésen, ott valószínűleg nem finomkodnak a fiúk. Ott nem az van, hogy tessék itt a labda játszott. Aztán lehet ez, hogy lehajolt a cipőfűzőjéhez, csak túl nagy lendülettel, mert ugye magasról lehet nagyot. Na de kitart még ez a lendület? Hogy látjátok? Tehát hogy ez most akkor azt jelenti, hogy az Alba és az edző megtalálta egymást, és rátalálta a helyes irányra. Emlékszem én is arra, a Pongó is ugye azon a sajtótájékoztatón azért elengedett egy-két káromkodást. Hát nagyon karakteres. Is erősebb az angolja, annál, mint amit az nagyon, nagyon karakteres edző. Egy kicsit ezt hiányoltam én az elmúlt években, Dzsunic óta, hogy legyen róla az embereknek véleménye, akár legyen rossz véleménye, az ellenfelek is azért rögtön írták, hogy mi volt körben, de hogy kivel balhézott össze, hogy mennyire makacs egy önfejű, nem feltétlenül mindig szerethető ember. Nem azt mondom, hogy játékos fejjel gondolkozva, hogy ez az ideális, de tényleg, hogy legyen valamilyen. Aranyos volt ez a spanyol edzőnk, aki volt, nem volt gond a Mihevcel sem, de úgy valahogy nem tudtad elképzelni, hogy ezek tényleg úgy odadörrennek, olyan markánsan is kézben tartják a csapatot. Czolnárnél úgy látszik, van azért tekintély, van keménység. Ettől függetlenül mondom, nagyon nehéz ezt megjósolni, és hát a kosárbajnokság is olyan, hogy említettél is a párhuzamot, hogy én például ezt a Szolnok meccset előzetesen vereségnek kalkuláltam, és annyira örültem, hogy nyertük, és utána megnéztem, hogy ugyanúgy nyert a Körmend, nyert a Debrecen, mögöttünk nyert az Oroszlát, tehát igazából azt értük el, hogy legalább nem kerültünk hátrébb, most ott az ötödik hely környékén, de például ugye ötbe kellene lenni az alapszakasz végén, hogy biztos legyen a rájátszás, középszakasztól függetlenül. Na most már lesz közép, most ezt akartam, mert kell Rákost olvastam a hétvégén, hogy biztos, hogy lesz középszakasz. Hogy teljesen ki van akadva, hogy... Jó, hát Ákos itt sem mindig volt elégedett a dolgokkal. Szóval azt akartam mondani, hogy ötödiknek kellene lenni, és az ötödik helyen, meg a negyediken olyan csapatok vannak, a Körmend Debrecen, akikkel szemben, a Debrecenes szemben már negatív a mérlegünk, és az még marad. Ráadásul egyen jobban is állnak, tehát hiába éred utol pontszámban őket egymás ellenében jobbak. A Körmendet egy ponttal vertük, és megyünk hozzájuk, tehát nagy a szansz, hogy egymás ellenében nem lesz jobb az Alba ezeknél a csapatoknál, vagyis pontszámban kellene megelőzni a kettőből legalább egyet, vagy hát még nem tudjuk, hogy a Sopron a későbbiekben merre indul, de nem lesz könnyű már az ötbe se bekerülni, azért ezzel együtt a nyolcba mondjuk, az szerintem az abszolút elvárható. És ugye amikor még a kupa sorsolásról beszélgettünk, és mondtad, Laci, ugye, hogy te itt a kupában azért nagyon hiszel, mert miért ne, akkor utána beszélgettünk talán a következő adásban, amikor talán akkor kaptunk ki Nyíregyházán, meg akkor ki is jött a sorsolás, ami azért nem a legkönnyebb ágra rakott minket, és akkor finoman fogalmazzak. De hogy az, hogy tudtunk nyerni Szolnokon, hogy tényleg többet nyer a csapat idegenben, és a kupa is ugye kvázi idegenben lesz, vagy semleges helyszínen. Most ezeket így összerakva, akkor megint lehetünk optimisták a kupával kapcsolatban? Hát az nehezíti meg, hogy a Főnix csarnokban játszunk a Debrecennel, tehát az már nagyon nagy bravúr kategória, arról az ágról jön a Falko nagy valószínűséggel, az nem egyszerű. Tehát én a sorsolás előtt mondtam, hogy igazából kell nyerni három meccset, és meg van fogva a szezonot, tehát akkor már rendben vagy. Utána a bajnokság beemész a négyig, és akkor egy nagyon sikeres idényen vagy túl. Ez megnehezíti. Most azt mondanám, hogy könnyebb lenne a bajnokságban, hiszen az ötbe én úgy gondolom odaérünk. A bajnokságban az a nehéz, hogy reálisan a harmadik helyről kell kezdened, hogy el tudjál menni a döntőig. Ugyanis mindent eldöntő, adott esetben ötödik meccset folyamatosan idegenben nyerni, azt nem nagyon tudom, hogy volt erre példa, a hatodik helyről lett bajnok, akkor a Körmend, ezt mondtam is, de hát akkor jött német csicsa, Toromentát igazoltak, akkor olyan játékosokat, akik magyar mezőnyben előzőleg nem játszottak. De én úgy gondolom, hogy Zoli, ahogy mondta, tehát a 8 az teljesen nyilvánvaló, az kizárt, hogy ez a csapat ne legyen rájátszásban. Felsőház is szerintem fogható, ott kell csinálni még két olyan bravúrt, amit megtettünk a Falko és most a Szolnok ellen, és akkor azt hiszem innen lehet. Na jó, hát akkor itt is legyünk optimisták, és ugorjunk egyet, a hokisok emlékeztek még, hogy kikaptak a Magyar Kupa döntőjében?
Megazgottam. Hol van az meg? Ez jól az volt, ha nyertek hárman Ginorban. Tehát elképesztő. Ezek, ugye ebben ráadásul volt egy tényleg egy Znojmo elleni tükörsima, volt egy Bolzano elleni, ha nem is tükörsima, de könnyedebb szintén, és ugye volt most vasárnap egy hosszabbításos győzelem. Hát először is a témához az annyit szeretném mondani, hogy szeretem mindegyikünk nevében, hogy Isten éltesse Ocskai Gábort a 70. születésnapi alkalmából. Szerintem kevés olyan ember van a fehérvári sportban, aki nem csak a fehérvári, és nem csak az adott sportágban, az egész magyar sportban ilyen szinten meghatározó és fontos ember, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ő továbbra is köztünk van, aktív, és azért része a fehérvári hoki kultúrának. Hát ugye most lehetne elkezdeni boncolgatni meg, hogy akkor mi volt a kupadöntőben, de lehet, hogy innentől nézve mondhatjuk, hogy tényleg egy rossz meccse bárkinek lehet. Meg egy nagyon jó, mint Hetényinek, igen, a kapuban, meg a Debrecen kapujában. Hogy mennyi szerepe lehetett abban, hogy a csapat esetleg ott összekapta magát, az is lehet, hogyha azt túlünnepeljük egy Debrecen elleni kupa győzelmet, akkor utána nem üti meg a csapat a Bolzánót, meg a Klagenfurtot, mert azért ezek sokkal erősebb ellenfelek nyilván, mint a Debrecen volt. De most megint van egy ilyen felfelé tartó időszak, tényleg elképesztő, azt kell mondjam, hogy itt ráadásul korábbi Covid-dal sújtva, sérülésekkel, hiányzókkal, most megint nagyon szárnyal a csapat. És mivel sűrűbb egy kicsit a naptár, mint ugye az előző sportágak tekintetében, itt azért hamar kicsit lehet. Kicsit, idézőjel, itt azért hát hamar itt lehet. Így akartok másfél nap alatt játszanak annyit, mint majd igen. Kézisek, és bizonyára beszélgettünk itt a kézi bajnokság teljes egész évben. Tehát itt hamarabb lehet kvázi jó teljesítmény gyújtani, ugyanígy rosszat is, de hamarabb kijön az akár egy hét alatt is, hogy hol tart a csapat, vagy hol tarthat az adott periódusban, és most szárnyal. Azért volt nehéz az a Debrecen elleni vereség, egyrészt tavaly szintén a Debrecentől, előzőleg a Fraditól kaptak ki, tehát itt amikor van 10 légiós egy csapatnál, és elmondják a vezetők, hogy oda kell figyelni, mert ez nem pusztán egy meccse sok közül, egy kanadai, egy finn vagy egy svéd légiós számára, játszom egy meccset, van 1500 néző a lelátón, hogy ez magyar kupa, és ugye ez egy teljesen más a kivetülése, ők ebben nem gondolnak végig. Tehát, hogy milyen kellemetlen helyzetbe hoznak egy klubot, egy polgármestert, hiszen népül 45 milliárdért egy csarnok, ami nyilván ki van mondva, hogy azért, mert ez egy más dimenzió, ahol az Alba játszik, mint a Debrecen, a Győr, vagy adott esetben a Mac. Nekünk azért kell, mert ez egy teljesen más lépcső, ez a klub ez megérdemli a sikerei miatt, és akkor kikapunk kétszer a Debrecentől. Tehát nyilván, hogyha nyerünk folyamatosan, akkor ez lefedi, de adott esetben ez roppant kellemetlen, mint más dimenzióban ez a férfi kézilabda EB is. Van egy 110 milliárdos létesítmény, mesebeli, tényleg alig kihető világszínvonal, ki van találva arra, hogy elmegyünk a négy közé titokban a döntőig, és kiesünk a csoportból, és utána meg kell magyarázni, hogy hát a magyar kézilabda, ez ott van a világ élvonalabb, és 15. helyen végzünk. És a játékos, soha ilyen gyengé nem szerepel. És ez a nehéz ügy utána ezt megmagyarázni, hogy valóban jönnek, akkor miért nem óvoda, miért nem térkő, miért nem egészségügy, valóban kell a sport, és tényleg ez egy csoda létesítmény. De most már van szükség elég, is van rá, csak ahhoz a játékos, vagy adott esetben az a légiós nem teszi hozzá az a pluszt, mert ő nem is érti, hogy igazából magyar kupa döntő egy meccs, sok közül kikaptunk, Mutkárdén is kikaptunk, majd jövő pénteken nyerünk. Tehát... hát igen, ez valahol ilyen. Igen, de azért az most már nagyon nagy kérdés, nem? Vagy engem nagyon érdekel, hogy tényleg ebből az alapszakaszból, ami már azért olyan nagyon rossz nem tud lenni, még mindig van hátra, de valahogy azért érezzük, hogy ez más, mint egy akár egy jól sikerült előző, ahol voltál fönt is, voltál lent is, bejutottál a középszakasz. Az volt abban, hogy voltál fönn, aztán a vége. De most azt látod, hogy egy Salzburg kivételével ütsz mindenkit, és pontokkal előző meg adott esetben korábbi bajnokokat, hogy azért kezd az ember bizakodni, nem, hogy hát ha tényleg. Tehát itt a rájátszásban ugye pár harcot még nem nyert ez a csapat, és már 2-3 év alatt, hogy hát ha végre megtörténik. Mert azért ez mégiscsak egy jelentős előre lépés lenne, vagy mérföldkő. Gondolom, hogy csak egyszer kell megtörténnie, de ne csak egyszer történjen meg. Egyszerre megtörténhetne. Azért egyszer végre. Egyébként alapvetően is optimista vagyok, hogy ez most megtörtént, de úgy nagyon megy az idő, és van egy csapatunk, amelyik a hétvégén meglepetést okozott, több szempontból a Midi, is. Már beszéltünk róla. Meg az alva. De hát egy másik alva. És gyakorlatilag a mérkőzés előtt meglepődhetett mindenki, akinek a kezébe jegyzőkönyv került, hogy Józsa Krisztián volt beírva a vezetőedzőnek. Ugye hivatalos kommunikációt én még azóta nem láttam, annyit, hogy a jegyzőkönyv és nyilatkozatok Facebook posztnál azt írta ki a klub, hogy akkor új vezetőedzőnk Józsa Krisztián.
hogy azért ez így, hát ez, és nyertünk Mosó Magyaróvár ellen, tehát ha az tényleg váltás, akkor ez egy jó váltás volt. Úristen, tudod, hogy tényleg ilyen képzeletbeli, meg elképzelt edzőváltásokról mennyit beszélünk itt a vidék kapcsán, ők meg megoldják úgy, hogy észre se veszi senki az edzőváltás gyakorlatilag. Stikába! Hát ez egyébként egy kommunikációs bravúr, ha belegondolsz, hogy a közösségi média, meg a mindenhol jelen vagyunk időszakában, kimész egy meccsre, és akkor tudod meg, hogy neked új a vezetőedződ, vagy a csapatodnak. Ez tényleg sikerült minimalizálni. De hát ti jobban ott vagytok azért, hogy ennek mi az oka valójában, meg miért így történt, ahogy... Vagy nem. Nehéz helyzetbe hozó szerintem mindenki. A csapat hétfőn délelőtt, tehát a Siófoki meccs után, amit az elnökkel tekintettem, meg éreztem, hogy változás következik. Ki mással? És, nem, az elnök tekintette meg veled. Így van. Így a fontos. Igen, még nem az amerikai. Voltam, és akkor várható volt, de aztán nem beszéltünk ezekről a dolgokról. A csapat hétfő délőtt megtudta. Én kérdeztem az elnök urat, hogy mi a következő lépés, és azt mondta, hogy a horvát edzőt betárgyalnak a folytatásról, akár a felnőtt csapat mellett, akár más pozícióban, és amíg ez a tárgyalás nem ért véget, addig ezt nem kommunikálják. Ennek is megvan a maga logikája. Én sem feltétlenül tartom szerencsésnek, hogy a nagy közönség számára meccselő derül ki, de ennek megvan a maga oka, és az edző itt fogja folytatni a klubon belül, csak még az a kérdés, hogy milyen pozícióban. És hát ugye a szezon hátralévő részében úgy tűnik, hogy akkor Józsa Krisztián irányítja majd a csapatot, amelynek vezetésével tényleg legyőztük a Moson Magyaróvárt, amely a tévhitekkel ellentében nem harmadik helyről várt ezt a mérkőzést, hanem ugye ötödik volt, meg az nekik is volt hiányzó, de nálunk se játszott Riscsuk, sőt, hát ugye a találkozó elején 3 hétnél hazai szempontból bennem fölsejlett egy néhány héttel korábbi Vác elleni mérkőzés, ahol a 15. percben 10 volt közte. És innét vissza tudott jönni a csapat, és kvázi egy izgalmas véghajrát, hogyha beszéltünk a kosarasok kapcsán, hogy tudott hajrát nyerni a csapat, azért itt is kellett, mert azért kézilabdában is 2-3 gólos differencia, 4-5 perccel a vége előtt az semmi. Mondtam is Józsa Krisztiánnak, hogy ő óvár specialista, hiszen a csapat a tavasszal 3 fordulóval vége előtt óriási bravúrral nyert, az akkor valóban harmadik helyre bejövő, akkor már 10 meccse veretlen óvár vendégeként, ezzel gyakorlatilag biztosította bennmaradását, és most is tulajdonképpen nagyszerű játékkal nyertek. Tehát én nagyon szurkolok neki, egy nagyon tehetséges és nagyszerű ember, és én úgy gondolom, hogy illeszkedik ehhez a fiatal csapathoz. Itt vetődik fel az edzőváltások örök kérdése, ugye, ami megint visszaköthetnénk akár a vidéhez máshova, hogy ez a Józsa Krisztián tavaly bentartotta a csapatot, aztán úgy döntöttek, hogy még azért neki érnie kell, tehát tényleg finoman, szépen becsomagolva, és egyáltalán nem feltétlenül negatív módon, de azt mondták, hogy ő nem lesz tovább vezetőedző, hanem hoznak egy jó nevű szakembert. A jó nevű szakember jelenleg most azt csinálja, amit Józsa Krisztián csinálta az IFIK-kel, vagy majd az sem, majd ez kiderül, és megint Krisztián van ott. Tehát, hogy azért nagyon nehéz okosnak lenni, hogy mert a szezon előtt nyilván ti sem mondtátok volna, hogy rossz döntés nem bízni a fiatal edzőben, és jöjjön csak a tapasztalt külföldi. Aztán mostanra lehet, hogy kiderül, hogy lehet, hogy még jobb is lett volna, hogyha maradhat akkor is a fehérvári kötődésű, meg a klubhoz azért kötődő edző. Nem tudom. Én azt gondolom, egyébként a sok szempontból biztos sokat tanult Krisztián ebben a fél évben, mert azért nem Boris Dvorszek, nem rossz edző. Itt valami neki nem ment. Biztos, hogy látott azért tőle olyan dolgokat, amiket el tud sajátítani egy olyan edző, aki a 10 hónapos fehérvári ténykedése előtt a NB1-ben volt felnőtt csapat mellett, azt hiszem 1 vagy 2 szezont, ugye Szombathelyen, szemben egy olyan edzővel, aki mondjuk 30 éve van a pályán, és mondjuk 10 évvel ezelőtt Sehaligát nyert. Tudjuk, hogy az a Sehaliga az nem az volt, mint a mostani, de azért komoly pedigrével érkezett ide Boris Dvorszek, hát jön majd a Vasas másfél hét múlva, és ennek a győzelemnek akkor lesz igazán értéke, hogyha egy sajnos még mindig ugye hátrafele kell elsősorban néznünk, és a kiesés elől menekülni, hogyha egy közvetlen rivális is le tudunk győzni. Igen, Kuttor Attila vezetésével. Jön a Vasas. Jön kutya. Dvorszek érkezése előtt, tehát nem ő volt az első számú célpont, hanem a horvátok a VB bronzig vezető Lokomotiva Zagreb vezetőedző, aki végül nem vállalta el, és tulajdonképpen kármentés volt Dvorszek szerződtetése, aki valóban jó pedigrével érkezett, az a Sehaliga győzelemmel, de az biztos, hogy a magyar
NB1-et nem ismerte, a női csapat lelki világát különösen, és igazából ezt az edzőváltást már korábban itt edzegettük, meg lehetett volna lépni korábban, most jött el az a pillanat, de én úgy gondolom, hogy még abszolút időben. Tényleg, hogyha a Szombathely és a Vasas ellen a csapat nyer, akkor különösebben hátradőlni nem lehet, de úgy gondolom megnyugodhat mindenki a meg akkor már talán lehet előrefele is nézegetni egy picit. Az jutott még eszembe visszacsatva az elejére, hogy a elnökkel nézte, vagy hát az elnök nézte Laci, még nem az amerikai, de már Jimmy. Azért biztos. Na jó, és ugye tegnap éjfélkor, vagy ma nulla órakor ugye lezárult, akkor visszaugrunk a labdarúgáshoz, az nagy európai klubok, hát a magyar NB1 nem, oda még lehet igazolni, de a nagy európai bajnokságokban az átigazolási időszak, de a nagy durranást ez nem hozott. Hát azért Détári. Azért ne menjünk el szó nélkül. A Havannáról. Ne politizáljunk. Nem, hát én azt gondolom, hogy egy jó csapatba igazolt, és még mindig szívesebben nézem ebbe a gattyán csapatba, mint a Light Jasmine-ban a dömét. De igazából... Ja, hogy a dömét? Igen. Hát nem tudom, volt valaki, aki úgy igazán nagy durranásnak számított itt a... Hát úgy, hát egyébként van Csazalán 5 millió euróért, ugye 17 évesen klubot vált. Ez kérdés egyébként, tehát hogy ez egy előrelépés a belga kettő. Beszéltem az édesapjával hosszasan. Hát szóval belerövide nem is. Nem lehet. Akkor semmesen. Tulajdonképpen 3 millió euró, nem tudja ő se a konkrétumot, de utalt arra az ügyvezető tegnap a tévében, az MTK ügyvezető, hogy ez a nagyságrend, amit megszellőztettek, később bónuszokkal növekedhet. De az édesapja azt mondta, hogy a belga kettőnél lehet jobb bajnokságot találni. Itt a rendszer a lényeg. Mint ahogy a Kisszoboszlai elment a Lieferingbe, osztrák 2, aztán osztrák 1, és aztán Bundesliga. Tehát az édesapja azt mondta, hogy ennek a City Groupnak, aki üzemelteti a Manchester Cityt is, van a Lommel, aztán van a Girona, aki 3 évig élvonalbeli volt a spanyoloknál, 2 éve már nem, aztán van a Troyes, a francia élvonalbeli középcsapat, tehát megvannak a szintek. Itt az a lényeg, mint a Barcelona a La Masiától indulva, hogy ugyanabban a rendszerben futballozik minden egyes csapat, amíg eljut a felnőttig. És azt mondja, itt a szisztéma az, ami nagyon fontos, és az, a tavaszt itt tölti az MTK-nál, talán lesz szerepe a remények szerinti bennmaradásban, és aztán utána belga 2, ott biztosan játszani fog, abból lehet aztán vagy spanyol 2, vagy francia élvonal, és azt mondta az édesapja, hogy itt az egy dolog, hogy most Manchester Citynek írtak alá, de itt nem az a lényeg, hogy a 17 éves fia 19 évesen bemutatkozik, az a nagy dolog, hogy a Manchester City tulajdonosai látják benne a lehetőséget, hogy majd a lehet Manchester City futballista. Tehát itt a lehetőséget fizették meg, és azt mondja az édesapa, hogy ez is óriási dolog. Tehát egy alig hihető, hogy egy ilyen szintű klub nagyon komoly pénzt áldozott a tényleg a 17 éves gyerekéért. Hát, és ömlik a magyar fociba a pénz. Ugye Uzunit is, ugye most 3 és 4 milliókat írnak. Ezért nemzetközi szinten ezek apró pénzek. Jó, 17 éves magyar játékos egy nagyon sok pénz, de nyilván tudjuk, hogy ha úgy van, akkor horvátért lehet, hogy adnak 20-at is. De hogy azért... Hát itt mutatkozik meg az, amiről ugye Saló István is beszélt, hogy ha végre bekerül egy nemzetközi vérkeringésbe egy magyar csapat, akkor egyrészt az a... Ugye Uzuni a spanyol 14. Granadához igazolt. Egyrészt az az eredmény, hogy ide jön egy Uzuni, akiben benne van potenciálisan, hogy később tovább megy, köszönhetően annak, hogy európai szintéren mutatta meg magát, és talán ez akkor vonzóvá teszi a mások számára is a Fradit, meg hát ha majd a MOL-Fehérvárt is, most mi az ukrán vonalon utazunk, úgy tűnik egyelőre. De Szilárd, olyan régen csendben vagy, szerintem te valami United-es hozzászóláson gondolkozol. Hogy jöttetek ki a látigazolási herzehurcából? Hát gyakorlatilag ugye elbújtuk Van de Beeket, akiért talán nem akkor akár. Ugye hát megy itt... Diallo tanulni, megy ülni Greenwood, szegény. Igen, Jalen vagy hát nem szegény, de hát... Hát igen, itt éppen Kajzival beszélgettünk arról, hogy mi történt most, és ugye sok fórumon lehetett olvasni mindenféle véleményekkel. Hát itt most a tisztogatás időszaka jött el, ami, ha onnan nézzük, reális lehet abból a szempontból, hogy akik eddig sem játszottak, azok ezután sem fognak játszani a csapatban, hiszen ugye oda lettek adva kölcsönbe, viszont nem megvásárol, illetve nem opciós joggal, hogy utána meg lehet őket vásárolni, hanem visszavárja őket a csapat. Hogyha összeszedik magukat, és ez különösen
Szerintem az előéletéből kiindulva, hogy a Marciának lehet, mert mindenki mondja, hogy ő nem United szintű focista. Igaz, hogy 5-6 évvel ezelőtt már régen volt, amikor bemutatkozott a Liverpoolba, de az a gól, amivel eldöntötte ezt a meccset, az azért szerintem feledhetetlen. Ő egy United szintű futballista tudásban, aztán, hogy fejben itt van-e, az nem biztos, majd most meglátjuk, hogy tudja hozni a Sevillában azt, amit kell lehet. Hát amikor Uzumival találkozik. Amikor majd Uzumival összecsapnak. Ott kiderül, ki a jobb csapat. Akkor meglátjuk, hogy ki csatlakozik majd a Unitedhez. Viszont Greenwood meg jó eséllyel tönkrevágta a karrierjét. Én nagyon szomorú vagyok, arról is beszélgettünk, ugye, hogy annak idején nem is tudom, ugye csak aki nem tudna azok kedvéért, ugye igen. Hétvégén a párja vagy volt barátnője fölrakott egy kis videót. Kis szimpatikus kis videót, hogy őt, ugye ő azzal vádolja most Greenwoodot, hogy megverte a manchesteri rendőrséggel is ismert egy 20 éves férfit letartóztattak, nemi erőszak és testi sértés vádjával. Ugye a Manchester United kiadott egy közleményt, hogy fel is függesztették Greenwood szerződését, ma pedig kijött az, hogy nem is elérhető a Greenwood nevével ellátott mez, és a nagy sportszergyártó a... Pedig milyen sok rendelés befuthatott most rá. Most bemegy valaki a showba. Most ezek meg klasszikus darabok lettek, és hát igen, ugye beszéltünk arról, hogy az angol válogatott összetartásán is volt egy olyan dolog, hogy hát fiatalok vagyunk, meg Covid van, azt se érdekel senkit, és akkor a szobatársával felhívott két hölgyet, azt mondta, hogy csak kiszogattak, meg eszegettek, teljesen mindegy, hogy mi volt, de az is szabályszegésnek számított, ez viszont már bűncselekménynek számít, tehát ugyanabba folyóba lépni kétszer, hogy így mondjam. Tehát nagyon szerintem egy pocsolyába, ez most viszont nem azért nagyon durvább dolog. Én nagyon szerettem az ő játékát, és hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez nyilvánvalóan, amilyen gólokat lőtt, a szenzációs volt, amikor gól ment neki. Nagy szívfájdalom szerintem, hogyha tényleg minden bizonyosodik róla, hogy ez így volt, és ez tényleg derékba töri a karrierét hosszú távon is, nem pedig csak most rövid távon. Ez érdekes, mert a feltett képek kísértetésen hasonlítottak 10 évben a Grammy-díj átadáson, ott Rihanna jelent meg így, hogy Chris Brown, a világhírű énekes, ugyanúgy hasonlóan ellenspángolta. Nem tudom, ilyenkor a hölgyeknek mi a célja, az elrettentés, mert csak azért a párjuk kapcsán, tehát valóban nem szép ilyet tenni, de nem tudom a női motivációt igazából értékelni. Hogy, hát Laci, szerintem egy kapcsolaton belüli erőszaknál teljesen felesleges az áldozat motivációját megkérdőjelezni, vagy boncolgatni. Itt ez nem merül fel szerintem. Tehát ha valaki megveri a barátnőjét, az teljesen mindegy egyébként, hogy egy közmunkásról vagy egy milliárdos fizetésű labdarúgóról beszélünk, az bűnhődjön, és azért nagyon sok áldozatnak meg nincs meg az a lehetősége, hogy úgy álljon a nyilvánosság elé, mert azért az itt a nagy tragédia ebben, hogyha már mindenképpen az elkövetőt próbáljuk valamilyen módon kicsit együttérzően figyelni, hogy ezeknek a fiúknak, amelyiknek mondjuk ennyi esze van, lásd a meg nem engedett bulit is, nem csak a barátnő megverését, hogy, és akkor ugye beszélünk egy olyan magyar fiúról is, akiért már most sok pénzt adnak, nyilván nem személy szerint rá akarom kihegyezni, hogy már ilyenkor kellenek emberek, akik helyes irányba terelik őket. Tehát azért 17-18-20 évesen nyilván benne van egy gyerekben, hogy szívesen csinálna hülyeséget, adott esetben meg se gondolva magát, nem a verekedésről beszélek, hanem egyéb szabályszegésekről. Ha nincsenek olyan emberek, akik ebben a világban tényleg ott vannak mellettük, vigyáznak rájuk, és nem csak a pénzt látják bennük, és nem csak a karrierjüket tervezik, és nem csak a darabszámra eladható futballistát nézik, akkor óriási a veszély, mert tényleg éretlen gyerekekről van szó. Én Greenwoodot ebből az egy tekintetben nyilván kicsit áldozatnak tekintem, de nem mentem fel, és nyilván nem áldozott olyan értelemben, hogy egy teljesen jogos bűnhődés vár most rá azért, amit elkövetett. Persze, ebben abszolút igazad van, és tényleg ez elítélendő, amit tett, csak ezek a lányok, vagy ezek a hölgyek tudatosan választanak sztárfutballistákat a könnyű élet reményében, ami viszont magában hordozza ezeket az eseteket, amik valóban hát, nem kell, hogy magában hordozza szerintem. Teljesen mindegy, hogy mit történt olyan szempontból, hogy már csak a lehetőségre, ugye még nem bizonyosodott be, és még az ártatlanság vélelme, mert még nem bizonyosodott be, hogy ő volt, de ha ő volt, ha nem, láthatjuk a klub reakcióját, hogy egyből off. És nagyon mondom, nagy sportszergyártó is, és viszont sajnos mi is off, és nem csak Greenwooddal, hanem mindenki kapcsolatban. Sajnáljuk, Greenwood ennyi volt, ha kezdőkörbe tovább nincs helyed. De legközelebb akkor beszélünk Greenwoodról, hogyha tudjuk, hogy mi a valós tényállás, az egy idő, viszont addig nem kell várni, hogy legyen legközelebb kezdőkör, mert ez a műsor egy hét múlva lesz itt. Köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak velem. Önöknek a figyelmet, maradjanak velünk a folytatásban, és viszontlátásra. Start.
Game.